Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Mai vendégünk Boldog István, a térség országgyűlési képviselője. Üdvözlöm Önt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is Önt is, és a televízió nézőket is. Amennyire az utóbbi hetekben látni lehetett a közösségi oldalon, a képviselő úr hétköznapjait a parlamenti munka határozta meg. Milyen feladatokról, döntésekről tudna beszámolni ezzel kapcsolatban? Hát, mint minden esztendőben, a legfontosabb, a következő év legfontosabb problémájával, vagyis nem problémájával, legfontosabb döntésével vagyunk most elfoglalva a parlamentben, ez a jövő évi költségvetés természetesen, amelyet úgy alakított ki a kormány, és úgy alakítottuk ki a saját módosítóinkkal, hogy lehetőleg, ahogy eddig is, most is, a jövő esztendőben is minden magyar ember egy lépést előrébb tudja lépni az életében. Ezért van a költségvetésben óriási összeg családtámogatásokra, ennek ugye több formájára is, mondhatnánk a Magyar Falu programban levő falusi csokkot, vagy éppen a csok átalakítása kapcsán ugye meg kellett emelni az összegeket, hiszen most már más lehetőségek is vannak a csokban, használt lakásra is fölvehetik a fiatalok, illetve hát ugye a családvédelmi akcióterv kapcsán a jövő esztendőre még nagyobb összeget tervezünk, mint az idei esztendőre ennek az akciótervnek a támogatására, a fiatalok támogatására, hiszen jól látható, hogy ez ebben az akcióterben felsorolt programokból bizony, ha csak kettőt kiveszünk, a babavárót és a három gyermekeseknek az autótámogatását, ennél a kettőnél is óriási az érdeklődés, és szerencsére nagyon gyorsan kötetnek meg a szerződések is. Tehát én ennek nagyon örülök, és bízom benne, hogy ez így is lesz. És ennek a fedezetét is biztosítja például sok egyéb más mellett a jövő évi költségvetés, mint ahogy a nyugdíjemeléseket, a béremeléseket, vagy éppen a fejlesztések költségeit biztosítja, hiszen ne felejtsük el, hogy a településeket, a városokat, mezőtót is természetesen az országos költségvetésből is finanszírozzuk, nem csak helyi adókból, és bizony az itteni fejlesztésekhez is szükség van forrásokra. Ezeket tartalmazza a jövő évi költségvetés. Azt is mondhatnám, hogy aki a jövő évi költségvetés támogatja majd holnap a szavazatával, az támogatja a magyar embereket abban, hogy a jövőre is előreléphessenek egy lépést, támogatja a mezőtúriakat, a mezőtúri fejlesztéseket, aki pedig nem szavazza meg, az ellene szavaz ennek. A hírekből úgy lehetett értesülni, hogy több mezőtúrt érintő módosítójavaslat is érkezett a költségvetés során. Hát igen, az ellenzéki pártok, így Csányi Tamás is rengeteg módosítót adott be, a Jobbik csak maga több mint 500 módosító indítvány nyújtott be, egyetlen dologról feledkeztek meg, hogy a költségvetésbe úgy illik módosító javaslatot benyújtani, hogy a költségvetésnek nyilván van egy összességében egy bevételi főösszege, és a módosító javaslatoknak, hogyha teszünk, akkor nem csak a kiadást kell beírni, hanem a bevételi oldalt is egybe kell hozni velük. És ugye nem elég az, hogy mondjuk ha van egy 23 milliárd forintos előirányzat, amit betervezett a kormány, hogy akkor ehhez nem adok be ennél többet. De az a helyzet, hogy például a Csányi Tamás képviselő mondjuk a nemzeti konzultációval kapcsolatos feladatokra, ahol 23 milliárd forint volt betervezve előirányzatként, hogy ennyit költ rá a kormány 2020-ban, ezzel szemben csak ő önmagában a módosítóival több mint 60 milliárdot szeretett volna elkölteni. A Jobbik összességében több mint 300 milliárd forintot, ami ugye több mint 10-szeres ennek az összegnek. Tehát láthatólag, hogy ez olyan, mint otthon, hogyha van 100 forintunk, akkor nem köthetünk el 300 forintot, csak ha hitelt veszünk föl. Na de kérem szépen, hát ez a hitelfölvétel és a hitelből való gazdálkodás,
ez a Gyurcsány kormánynak a velejárója. Jól látszik, hogy a Jobbik is és Csányi úr is beállt a most már teljes mértékig Gyurcsány Ferenc mögé, és közösen olyan módosító indítványokat adtak be az ellenzéki pártok, ami több ezer milliárd forintos hiányt okozott volna egyébként a költségvetésbe összességében. Ezeket nyilvánvalóan nem lehetett támogatni, de jól látható, hogy a Csányi úr egyéni indítványként betett módosítóit nem gondolta önmaga sem komolyan egyébként, csak ilyen kommunikációs szempontból adta be, mert amikor a Költségvetési Bizottságban szavazás volt róla, akkor ugye ott úgy megy a szavazás, hogy a több száz módosítóról nem szavazunk mindegyikre külön-külön, hanem minden párt, illetve képviselő elmondhatja, hogy ő szeretné, ha az övéről külön szavaznánk. És a Jobbikot kikért 25 darab módosítót, a több mint 500 módosítója, hogy külön szavazzunk róla, és az összes többibe egy szavazás volt. És hát a Csányi úré nem volt közte. Ugyanez volt a parlament előtt, hogy 10 módosító javaslatot kért ki a Jobbik, a 10-ben egyetlen önálló módosító indítványa nem volt a Csányi úrnak, tehát se a mezőtúrt érintőek nem voltak benne, se a Törökszent Miklós, a körzetet érintő egyáltalán nem volt benne. Ebből jól lehet látni azt, hogy sem Csányi úr nem gondolta komolyan az önálló indítványait, sem a Jobbik nem vette komolyan Csányi Tamást, hiszen nem támogatta, nem akarta, hogy külön szavazzunk róla. Én nagyon szívesen megszavaztam volna egy-egy módosító indítványt, ami belefér a kiadásokba, tehát ami mondjuk ide benyújtott módosítói közül ebbe a konzultációs alapra benyújtott 23 milliárdra, ha van egy-egy, ami 23 milliárd forint alatt van, azt én szívesen támogattam volna, de mivel nem lett kikérve, és az összes, csak az ő beáltala beadott több mint 60 milliárd forintról együtt szavaztunk, így nem támogathattam, mert a költségvetésbe ilyen mínuszt nem lehet okozni, mert az hitelfölvétellel jár, már pedig mi azt a politikát folytatjuk, amit eddig is, hogy a magyar családok szolgálatában állva azt szolgáljuk, hogy mindenki előléphessen egy-egy lépést az életében, a következő esztendőben is, ehhez pedig szigorú költségvetés kell, csökkenteni kell a GDP arányosan a hitel tömegét Magyarországon, a hiányt csökkenteni kell, és minél nagyobb gazdasági növekedést kell elérni, ahhoz pedig fizetéseket kell emelni, ahhoz mindenképpen támogatni kell a családokat. Na most az a költségvetés, amit az ellenzéki pártok, köztük a Jobbik és Csányi Tamás megpróbált itt eladni a magyar embereknek, az a költségvetés az adóemelésekkel járt volna, ez egyébként az adótörvényekben voltak is ilyen módosítások, karbonadó és egyebek, amit megpróbáltak átvinni a parlamenten, hogy emeljünk adókat, de mi nem akarunk adókat emelni, nem akarunk béreket csökkenteni, meg nyugdíjakat, ahogy Gyurcsányék csinálták, meg ahogy az ellenzék szeretné, hanem mi azt akarjuk, hogy nagyobb nyugdíjak, nagyobb bérek, nagyobb fejlesztések legyenek, mint eddig voltak. Ezt szolgálja a következő évi költségvetés, és még egyszer mondom, azok a módosító indítványok, amik sajnos a körzetet is érintették, azokat, hogy mondjam, a képviselő úr se gondolta komolyan, mert akkor kért volna akár a Költségvetési Bizottságban, akár a parlament előtt ő vagy a pártja külön szavazásról, és akkor tudtam volna támogatni. De összességében olyan módosító indítványokat támogatni, ami az adott előirányzat többszörösét használja fel, és hitelfelvételre járna, olyat én nem tudok támogatni, mert az egy rossz gazdaságpolitikát szolgálna, az a magyar embereket nem szolgálná, a magyar emberek ellenene. Lehetnek azok bármilyen szép célok, lehet azt mondani, hogy milyen szép, lehet mondani azt, hogy a földutak megszüntetésére. Kérem szépen, a földutak megszüntetésére Mezőtúrváros önkormányzata 200 millió forintot kapott, és polgármester úrral már megbeszéltük, hogy ezt az utat visszük tovább. Tehát a jelenlegi önkormányzata tovább is megbízatást kap, akkor ezen az úton halad tovább. Eddig is minden évben szép apró lépésekkel próbálta javítani a mezőtúri úthálózatát, megszüntetni a földutakat. Most tudunk nagyobb lépést tenni, és ez a szándékunk, hogy most már ezen az úton haladva minél előbb megszüntessük az összes földutat, és minél hamarabb aszfaltossá tegyük az utakat, az aszfaltosokat még természetesen javítsák, ha lehet, akkor új burkolattal lássák el. Ez az út, ami nem könnyű, hiszen óriási földúthálózat öröksége volt ennek az önkormányzatnak, de ez csak így lehet, hogy a kormányzattal tárgyalva a kormányzat mögött áll ennek. Ezért fontos az, azt gondolom, hogy továbbra is majd az őszi választásokon Herceg Zsolt polgármester urat és a fideszes jelölteket támogassák a mezőtúriak, hogy tovább tudjuk vinni ezeket a programokat és azokat a fejlesztéseket, amit eddig csináltunk, és ezek benne vannak a költségvetésben, ezeket tudjuk támogatni. Hát az ilyen fantom beadványokat, amik csak PR szempontból vannak benne, és önmaguk sem gondolják komolyan, hiszen akkor kértek volna külön szavazást róla, azokat pedig nem tudjuk támogatni, mert azok költségvetési hiánynövelést okoztak volna.
július 1-től több családsegítő kormányzati intézkedés is életbe lépett, a szélesebb rétegeket is érintő babaváró támogatással kezdenénk a beszélgetést. Ugyan még nem sok idő telt el, vannak-e már erről tapasztalatok? Hát ez fantasztikus jó, én azt gondolom. Tehát nagyon, sok, nagyon nagy az érdeklődés, már nagyon sok szerződést megkötöttek ebben a témában, tudomásom szerint, és én bízom benne, hogy itt a térségben is nagyon-nagyon sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. Hiszen ha két fiatal összeházasodik, akkor most az életük elindításához 10 millió forintot kaphatnak kedvezményes hitelként az államtól, amit hogyha ügyesek, és amire nagy szükségünk van, sok-sok gyermeket vállalnak, ugye itt történetesen 3 gyermeket, ha már vállalnak, és ezek a gyermekek meg is születnek, akkor előfordult az is, hogy egyetlen fillért nem kell visszafizetni ebből a hitelből. Én szerintem ez egy óriási dolog. Ez egy nagyon nagy segítség a magyar családoknak, és hát ez Európában is egyedülálló, talán a világban is egyedülálló támogatás. Úgyhogy én abban bízom, hogy azok a családvédelmi, családtámogatási intézkedések, amit az elmúlt években, az idei esztendőben, vagy majd ezután hozunk, az mind-mind azt fogja eredményezni, hogy nagyon sok magyar gyermek fog születni, és még ezer esztendő múlva is magyar szótól lesz hangos a Kárpát-medence, mert akkor is majd mi leszünk itt a legnagyobb nemzet. Ez a cél, ezért dolgozunk, és én úgy gondolom, hogy minden magyar ember ezért dolgozik. És ebben a hónapban indult el a falusi csok is. Erről milyen bővebb információkat tudnál mondani, képviselő úr? Hát ugye szeretnénk, hogyha a magyar falvak nem néptelenednek el. Ehhez az kell, hogy ott telepedjenek le a fiatalok, ott is vállaljanak gyermeket, ott éljenek, és hát örömmel mondom, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Én bízom benne, hogy a térségünk falvai is újra megelevenednek, hogy úgy mondjam. Egyre több fiatal látja úgy majd, hogy jó faluban lakni, és ott fog letelepedni. Ugye 10 millió forintos támogatást kaphatnak a falvakban letelepedő fiatalok, ez szerintem egy óriási dolog, és ebből 5 millióért vásárolhatnak egy házat, és 5 millió forintból pedig felújíthatják ezt a házat. Ez 3 gyermeket kell vállalni, vagy 3 gyerekkel kell már rendelkezni, mert akinek van már 3 gyermek, az is megteheti. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon komoly támogatás, nagyon nagy az érdeklődés, és én bízom benne, hogy sok-sok falusi ház fog így elkelni, és nem néptelennek el a falvaink. A térség számára több fontos közlekedési útvonal is megújul, az M44-es, az M4-es gyorsforgalmi út két új szakaszát is átadták a közelmúltban. Ezen felül a térségben zajlanak-e útfelújítások, terveznek-e a jövőben útépítéseket? Hát ugye, ami nagyon-nagyon közvetlenül érinti a mezőtúriakat, ez a Mezőhék-Mezőtúr között összekötő út, ahol nagyon jó ütemben halad a beruházás, az utolsó 2,5 kilométernek a felújítása. Itt ugye történtek némi, az esőzéssel némi gondok, ennek a fölmarása és kijavítása meg fog történni, igazgatóról én ebben egyeztettem, de az a szakasz, ami rendesen elkészült, az már nagyon-nagyon jól járható, és én bízom benne, hogy határidőre ez az út elkészül, és akkor végre Mezőhéktől Mezőtúrig nagyon jó minőségi úton fogunk tudni közlekedni. Ez fontos dolognak tartottam elmondani. És hát ugye van két gyorsforgalmi építés, ami érinti a térségünket. Az egyik délen az M44-es, amelynek az ősszel van az átadási határideje. Én úgy látom, hogy ez tartható, és meg fog történni. Akkor pedig Tiszakürtől-Kondorosig már kétszer két sávon tudunk közlekedni. Tiszakürtől már folynak a kivitelezési beruházások Lakitelek felé, már készítik elő az új hídnak a helyét, és hát Lakitelektől tovább is ki van írva a közbeszerzés, és reményem szerint hamarosan ott is meg lesz a kivitelezés, akkor elkezdődik ott is a beruházás. Békés Csaba felé pedig már folyik a beruházás, tehát az is úgy gondolom, hogy határidőre el fog készülni, és akkor akár Tiszakürtől Békés Csabáig is két sávos gyorsforgalmi úton tudunk közlekedni, ami gyorsabb és biztonságosabb közlekedést fog eredményezni. Illetve nagy ütemben folyik az M4-es gyorsforgalmunknak az építése, és most már fizikailag is láthatják a lakosok, már kirakták a táblákat, hogy a leállított Abonytörökszent Miklós szakasznak is elkezdődik a beruházása. Gyakorlatilag most van a területelőkészítés, és hamarosan meg fognak jelenni az ősszel, legkésőbb megjelennek ott a munkagépek, és elkezdik a beruházást. És ez azt el fogja eredményezni, hogy 2022 év elejétől, de már lehet, hogy 2021 év végétől
kétszer kétsávos gyorsforgalmi úton közlekedhetünk Törökszentmiklóstól Budapestig az M0-ás útig, és onnan aztán tovább ki merre szeretne közlekedni. Én ezt nagyon fontos előlépésnek tartom, és örülök neki, hogy részem lehet ebben a munkában. Lobbizhattam azért, hogy ez megtörténjék. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hiszen a térségben nem csak biztonságot hoz, egy biztonságos közlekedést, hanem reményem szerint úgy, ahogy máshova is, a gyorsforgalmi út sok-sok befektetőt és új munkahelyet fog hozni. Lehetett hallani olyan tervekről, miszerint a Magyar Falu Program mintájára a magyar kisvárosoknak is érkezik egy új projekt. Ennek a részleteiről lehet már tudni valamit? Előkészítés alatt van a Magyar Kisváros Program. Herceg Zsolt polgármester is részt vett, tudtam, olyan tárgyalásokon, ahol ennek az előkészítése folyt. Megvan ennek a megbízott felelőse az előkészítésnek, és én biztos vagyok benne, hogy hamarosan nagyobb részlet, több részletet is megtudhatunk. Nyilvánvalóan, hogy ahogy a falusi programban, a Magyar Falu Programban, a kisváros programban is lesz majd belterületi útházatépítés, lesz megközelítés, miatt külterületi útházatépítés, és sok-sok más, amit most nem tud még elvégezni egy-egy város, úgymond, mert arra még vagy nem volt pályázati lehetősége, vagy nem volt forrása, vagy éppen másra pályázott, nem pont arra a célra, mert mindenre meg nem tud pályázaton nyilván pénzt nyerni. Én annak örülök, hogy Mezőtoron ma is rengeteg beruházás folyik. Ugye belvízberuházás, megy a zöldváros beruházás, talán már valamilyen fázisban az egyik kerékpárútnak talán kiírták, vagy nem is tudom pontosan most, hogy áll a pályázat, tehát ugye jön a kerékpárút beruházás, óvoda, bölcsöde felújítás van, tehát sorolhatnánk, hamarosan jön a turisztikai beruházás, zajlanak az FOP-ok, tehát tényleg sok-sok beruházás van, sok-sok program van Mezőtúron szerencsére. Én azt gondolom, hogy a város jól fejlődik, nyilván zajlik annak az útfejlesztési programnak a úgymond a kivitelezése is, amit beszéltünk, hogy 200 millió forint érkezett rá ugye decemberben a kormánytól. Itt is az első szakasz, amit meghirdett az önkormányzat, már megy a kivitelezés, hamarosan meghirdetik a második szakaszt pályázatra a kivitelezőknek, és aztán a harmadik szakaszt. Én bízom benne, hogy őszig minden el fog készülni ezzel az útpályázatból. A többi az nyilván nagy beruházások, azok lassabban fognak kicsit haladni, de a lakosok fogják látni, hogy bizony halad a város, mindig lép a város, ahogy a lakosság, a város is mindig lép egy-egy lépést évről évre előre, és én ezt fontosnak tartom, ezért is kérem a lakosságot így a televízión keresztül is, hogy majd támogassa a Fidesz Magyar Polgári Párt polgármester jelöltjét és képviselőjelöltjeit, hogy tovább folytathassuk a városépítést. Augusztus elején lesz Ópusztaszeren a Magyarok Országos Gyűlése. Úgy tudom, hogy képviselő úrnak szívügye ez az esemény. Miért tartja ezt fontosnak? Mit lehet tudni erről a rendezvényről? Hát a Magyarok Országos Gyűlésének a megszervezésében és azon való részvétel az első perctől kezdve, mint önkéntes, mint támogató részt veszek, tehát ott voltam már az első gyűlésen is, Bösztörpusztán, és azóta mindig ott vagyunk a családommal, egyetlen egy alkalommal nem voltunk, csak mindig ott vagyunk a családommal, és hát amikor tavaly 5 év után elindult újra a Magyarok Országos Gyűlése, akkor, mint a Baranta Szövetség tiszteletbeli elnökét, miután mi barantások szervezzük ezt, teljesen természetes volt, hogy megkerestek, hogy akkor segítsek, és én próbáltam anyagilag is és a munkámmal is segíteni abban, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön. Az becslések szerint több mint 60 ezer ember vett részt tavaly Ópusztaszeren a Magyarok Országos Gyűlésén. A 6. volt ez az országos gyűlés, most ha jól tudom, a 7. lesz. És hát bízom benne, hogy most is nagyon sokan lesznek. Ez egy óriási találkozója, azt gondolom, a magyaroknak, a magyar civil társadalomnak, a magyar embereknek, ahol olyan csodák történnek meg, hogy mondjuk az emberek nem szemetelnek. Elmegy 60 ezer ember, és szemetet nem találunk utánuk a területen. Hogy mindenki betartja, hogy hol lehet dohányozni például. Csak ezek tudom, hogy egyesek azt mondják, hogy mi ez, de ez egy csodálatos dolog, azt gondolom, mert ahol nagy tömeg van, ott mindig én, aki fesztivált szervezek, tudom, ha nagy tömeg van, ott szemét is van, hiába teszi, de itt nincs. Itt nagyon-nagyon vigyáznak, olyan emberek jönnek el, akik betartják azt a szabályt, hogy nem szemetelünk, nem dohányzunk össze-vissza, vigyázunk a másikra, itt mindig mindenki udvarias mindenkivel. Tehát ha csak ezt a részét nézem, ami egy ilyen hétköznapi rész, akkor ez is óriási. De hát nyilván a Magyarok Országos Gyűlésének azért van mondani valója, a hagyományőrzés, a hagyományaink átadása a gyermekeinknek, mindig van üzenete is neki, és most például
egy óriási üzenete az összefogás, hiszen a mostani Magyarok Országos Gyűlésén a rendezvény maga egy támogatás, egy kárpát-aljai iskolát is támogatunk ezen a rendezvényen, úgyhogy aki oda eljön, megveszi a belépőt, a belépőjének egy részét, azt egy kárpát-aljai iskolára adja át a Baranta Szövetség, mint szervező, ezzel is támogatva a határon túli oktatást. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. És hát nagyon nagy érzés ott lenni. Tehát olyan programok vannak, olyan emberek vannak ott, akivel mindenki, aki nemzetben gondolkodik, aki egy kicsit is becsülő magát és a nemzetét, az biztos, hogy jól fogja érezni magát. És azt is el kell mondjam, hogy konszolidált árak vannak. Tehát azért ez nem egy ilyen nagy fesztivál, ahol minden nagyon drága, hanem ez egyszerűen. Ráadásul ezen a három napon, aki megveszi a belépőt, az ezzel a belépővel megvásárolja a jogot, hogy a teljes Opusztaszeri Nemzeti Parkot bejárhatja, és ingyen meglátogathatja például a fesztikörképet is. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon szép dolog. Lovas bemutatók lesznek, lovasi játszat, lesz egy gyönyörű történelmi élőkép, ez mindig az egyik leglátványosabb része a Magyarok Országos Gyűlésének, amiben gyermekek is részt vesznek. Tehát az odaérkezők nyugodtan beengedhetik a gyerekeiket, és ők részt vesznek abban a bemutatóban, amelynek a vége az, hogy mégiscsak a gyermekeinké a jövő, és nekik kell segítenünk. Ez tényleg nagyon szép, a lelkülete is szép ennek a dolognak, és maga az egész rendezvény nagyon szép dolog. És hát rengeteg tanácskozás, civil előadás van, tehát ez egy ilyen nagy-nagy fórum az egész, sok-sok bemutatóval és természetesen koncertekkel. Nagyon sok nemzeti zenekar, népi együttes jelenik meg, nagyon színes a dolog. Én azt javaslom mindenkinek, hogy augusztus 2-től 4-ig látogassanak el az Opusztaszeri Nemzeti Parkban, vegyenek részt ezen a rendezvényen, és aki esetleg úgy gondolja, hogy segíteni is szeretne, annak javaslom, hogy a Baranta Szövetségnek a honlapját vagy a Facebook oldalát, illetve a MOGY-nak a honlapját vagy a Facebook oldalát nézze meg, és ott lehet jelentkezni önkéntesnek. Tehát azt is meg lehet tenni, hogy valaki mondjuk leérkezik Opusztaszerre hétfőn, hozza a sátrát, és hétfőtől péntekig segít az építésben, hiszen várat építünk, táborokat építünk, segít ezekben az építkezésekben, az előkészítésekben, és aztán részt vesz a programokban 3 napig, és ha még ráér, akkor esetleg segíthet az elbontásban is, mert ugye ez úgy működik, hogy valamit felépítünk, és aztán azt el is kell bontani, rendet is kell csinálni magunk után, tehát ez egy óriási dolog. Én azt tudom mondani, aki rendszeresen részt veszek a társadalmi munka részében is, tehát az önkéntes munkában is, hogy ez egy nagyon nagy érzés, amikor mi magyarok, akár ismeretlenül, tehát sose találkoztunk, de együtt dolgozunk, együtt munkálkodunk azért, hogy aztán a végén kijöjjön egy szép eredmény. Szerintem ennél szebb érzés nincs, úgyhogy én magam is úgy gondolom, hogy a családdal, azon kívül, hogy részt veszünk, szerintem már hamarabb. Lemegyek nyilván önkéntes dolgozni is, de úgy szeretném, hogyha a családdal leköltöznénk sátorról és úgy vennénk részt. Tehát még a családban a kicsit van még egy kis óckodás ellene a feleségem részéről, de én bízom benne, hogy ez így lesz, és tényleg ott dolgozunk, és részt is veszünk a programokba, és én hát előadásra is föl vagyok kérve, tehát tartok majd valamilyen előadást is ezen az eseményen. Úgyhogy még egyszer augusztus 2-től 4-ig mindenkit nagy szeretettel invitálok Opusztaszerre a Magyarok 7. Országos Gyűlésére. Köszönöm szépen Boldog István képviselő úrnak, hogy eljött hozzánk a mai napon, és megosztotta velünk ezeket a hasznos információkat. Én is köszönöm szépen, arra kérem a lakosokat, hogy figyeljék a holnapi szavazást, hiszen holnap a 2020 évi költségvetésről fogunk szavazni, és aki támogatja ezt a költségvetést, az mind arra fog szavazni, hogy a magyar emberek, minden magyar ember a saját életében egy kis lépést tudjon előre tenni, akár a családtámogatási rendszernek, akár a családvédelmi akcióprogramnak, akár a nyugdíjemeléseknek, a béregemeléseknek köszönhetően. Aki nem támogatja, az nem támogatja a magyar emberek boldogulását. Ezt tudom mondani. Kérem, figyeljék, és akkor rögtön fogják tudni a szavazás után, hogy ki az, aki a magyar emberek pártjánál, és ki az, aki hatalomérés pénzért mindenre képes, de nem támogatja a magyar embereket. Köszönöm szépen. Ez legyen a végszó, köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, adásainkat az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!